Népszavazást kezdeményez a Jobbik Magyarország uniós szerződésének módosításáért, jelentette be Vona Gábor. A pártelnök az újonnan megalakult földvédelmi kerekasztal első ülése után beszélt arról, hogy társadalmi mozgósításra van szükség az elfogadott földtörvény miatt. Szerinte ugyanis a jelenlegi jogszabály nem a magyar földet védi. Társadalmi mozgósításra van szükség, mert az emberek nem ismerik a törvényt, így nem tudják, milyen hatással lesz az az életükre, állítják a most megalakult földvédelmi kerekasztal résztvevői. Megszilárdítja a nagy birtokrendszert, ami sokkal-sokkal nagyobb birtokokat tesz lehetővé, mint amik a nyugat-európai országokban, az Európai Uniós országokban vannak, ahol valóban virágzik a mezőgazdaság, nálunk pedig ezt nem lehet elmondani. Nem a családi gazdaságokat segíti a földtörvény, emiatt a gazdák nagy része nem is támogatja azt, mondta a Gazdatanácsok Szövetségének titkára. Mi is elutasítjuk a földtörvényt, annak elfogadási módját és a teljes társadalmi vitát nélkülöző parlament elé terjesztési módját is. A kerekasztal tagjai szerint a földtörvény nem akadályozza meg, hogy külföldiek is vásárolhassanak földet Magyarországon, emiatt kérik a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a jogszabályt. Népszavazási kezdeményezéssel fogunk élni, abból a célból, hogy Magyarországnak az uniós csatlakozási szerződését módosítsa Magyarország. Úgy érezzük, hogy erre mindenképpen szükség van, és hogyha ez nem történik meg, ha a föld továbbra is a tőke szabad áramlása alá tartozó árucikk marad, akkor egyszerűen képtelen lesz Magyarország megvédeni a földjét. A földvédelmi kerekasztal következő ülését két héten belül megtartják.